Köszöntöm kedves nézőinket, közéleti magazinunkat látják. Mai vendégünk Pécsi Vivien, a Kulturális és Szociális Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm. 2019. októberében tette le a testület az esküjét, a bizottsági elnökök is. Hogyan emlékszik vissza arra az időszakra, hogyan épül fel a Kulturális és Szociális Bizottság? Ez a kezdeti időszak ez rendkívül izgalmas volt, természetesen nagyon sok új dologba kellett beletanulni, gyakorlatot szerezni, ebben szerencsére nagy segítségünkre voltak a többi képviselőtársamnak is az önkormányzat városháza apparátusa. A szociális bizottságom nagyon értékes emberekből tevődik össze, nagyon sokrétű munka, illetve foglalkozás, amelyeket ők végeznek. Van közöttünk pedagógus, nyugdíjas pedagógus, szociális szférában dolgozó, képviselő természetesen. A vagyonhasznosítási Kft.-től is van nálunk bizottsági tag. A hátrányos helyzetűek képviseletében, a cigány helyzettel nagyon sokat foglalkozik Schmidt Rajmund képviselőtársam, tehát egy egész széles rálátásunk van a lakosságra, így úgy gondolom, hogy nagyon hatékony munkát tudunk végezni. És ugye most itt az év elején járunk, 2024-es év elején, az azért alkalmat ad arra, hogy kicsit visszatekintsünk az elmúlt időszakra, az elmúlt lezárt esztendőre. Hogyan értékeli a 2023-as évet? Visszatekintve az elmúlt évre nagyon színesnek látom. Rengeteg kiváló és népszerű program valósult meg Kalocsán, nagyon sok magánalkotónak nyílt meg önálló kiállítása, több művészeti kampány zárult alkotói kiállítással, együtt örülhettünk a néptáncosaink és kórusaink aranyminősítésének. Ugye Kalocsán igen gazdag és színes egyesületi élet van. Hogyan zajlik egyébként a civil szervezetek támogatása, illetve hogyan alakult a tavalyi évben a Bursa Hungarika? A civil szervezetek, illetve magánszemélyek támogatására a bizottságunkban egy külön pénzügyi sor áll rendelkezésre, amelyet általában szerencsére ki tudunk használni. Nagyon sok jelentkező van, nagyon sok kérelem érkezik be, amelyet megpróbálunk mindig teljes körűen visszaszolgáltatni. Itt rengeteg különféle programról van szó, illetve magánkezdeményezésről. Legyen itt szó akár egy iskolai tanulmányútról, cserediák programról, de könyvkiadást is szoktunk támogatni, gyermekrendezvényeket, iskolai táborokat, vagy hogyha a magánszféráról beszélek, akkor például szemüvegvásárlást. A középiskolás korosztály számára ad egy segítséget a Bursa Hungarika programfelhívás, ez egy ösztöndíj program. Itt az önkormányzat, illetve előzetesen a bizottság egy kisebb összeget ítél meg a jelentkezőknek. Itt végzős középiskolás diákokról van szó, illetve már a felsőoktatásban tanul diákokról. Ezt az összeget, ahogy megítéljük a kérvényezőknek, a kormányzat megduplázza, így egy olyan összeg áll rendelkezésére havi szinten a fiatalnak, amely mondjuk fedezi a havi bérletének az árát. És ugye a Kulturális és Szociális Bizottsághoz tartozik még a Szociális Tűzifának a kérdése. Ez hogyan alakult a 2023-as évben? 2023-ban 130 családnak tudott a bizottság téli tűzifa támogatást ítélni. Ez családonként 5 mázsafát jelent. Itt a Családsegítő Szolgálat, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat segítségével bejön egy nagyon hosszú lista a bizottsághoz, és rendkívül alapos, felkészült háttéradatokkal rendelkezve a bizottságon minden tagja, sőt a képviselőtestület minden tagja véleményezheti ezt a listát, és ebből szűrjük le a 130-150 főt, illetve családot. Általában itt előnyt élveznek a kisgyermekes családok és az egyedül élő nyugdíjasok. És ugye emellett még a szociális alapon megállapított támogatásoknak még több része is van. Hogyan épül föl ez a rész? Igen, ez egy külön kategória. A települési támogatások, rendkívüli települési támogatásokat tudunk kiosztani minden bizottság alkalmával, több ilyen kérelem érkezik be. Ezeket mindig egyszerre tudjuk megszavazni a kérelmezőknek. Itt
tulajdonképpen közüzemi számlák kifizetéséről van szó, vagy a rendkívüli települési támogatások esetében olyan helyzeteket próbálunk megoldani, ahol a család nem tud gondoskodni önmagáról. Ezen kívül temetési költségeket tud a bizottság finanszírozni, illetve gyógyszertámogatásra is van mód. Emellett ugye fontos kezdeményezések is a nevükhöz köthetőek, mint például a Teszed akció, amelyhez a tavalyi évben is nagyon sokan csatlakoztak. Hogyan értékeli egyébként a tavalyi Teszedet, és folytatódik-e esetleg az idei évben? A Teszed akció az számomra nagyon kedves program. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy felszólítjuk a lakosságot, Kalocsaváros lakosságát, és illetve egy érintett terület környékén élőket, hogy segítsenek nekem, illetve egymásnak szépé tenni ezt a környezetet. Tavaly Vajasport és Bátyai út környékét tettük rendbe. A Kertvárosi Általános Iskolából érkeztek tanulók, és ők segítettek, tulajdonképpen egész délután szedtük a szemetet, rengeteg különféle hulladék összegyűlt, és ezt egy bizonyos kihelyezett pontra kihelyeztük, és akkor az ezzel megbízott minisztérium összeszedte ezt a szemétkupacot, és nagy örömömre szolgált, hogy ezt az energiaügyi minisztérium is megbecsülte, és ezért egy elismerő oklevélben részesítette az önkormányzatot, illetve ezt a csapatot, aki segítette a szemétszedésben. Mindenképpen szeretnénk csatlakozni a következő ilyen megmozduláshoz is. Erről még részleteket nem tudok, de mindenképpen lesz még szemétszedés, és megpróbálunk egy olyan környéket találni a körzetemben, és más képviselő is a saját körzetében, ahol szükség van erre a szemétszedésre. Nemrégiben a kábítószerügyi egyeztető fórum is sajtótájékoztatót tartott, melyben az új stratégiájuknak a legfontosabb alapjait ismertették. Ennek egy fontos eleme a szorosabb együttműködésre való felhívás. Hogyan értékeli az egyeztető fórumnak a munkáját, illetve milyen eseményeket tudhatnak maguk mögött, és milyen célkitűzéseik vannak ehhez kapcsolódóan? A kábítószerügyi egyeztető fórum munkája nagyon nehéz. Egy olyan problémát kell kezelnünk, azért nem mondom, hogy megoldani, mert tulajdonképpen ez egy folytonos, örökké elén gördülő probléma folyamat, a szerhasználat, a kábítószerügy, akár az alkoholizmus, vagy az ezzel kapcsolatos kisebb-nagyobb bűnelkövetések, ez mindig elén gördülő feladatként kell, hogy foglalkozzunk vele, tehát ezért nagyon nehéz. Amiben a fórum segítséget tud nyújtani mind a lakosságnak, mind a segítő szakembereknek, vagy éppen a rendőrségnek, az, hogy megpróbálunk együtt gondolkodni. És olyan stratégiát felállítani, amely egy ernyő alá helyezi ezeket a segítő szervezeteket, illetve szakembereket, az érintetteket is akár, vagy azokat az embereket, akik segíteni szeretnének ebben az ügyben. Ezért jött létre az év elején az új stratégiánk, amelyben ezeket a pontokat fogalmaztuk meg, és ezt követte egy olyan fórum, ahol az említett segítő szakemberek és pedagógusok, civil szervezetek képviselői, a rendőrség, pedagógusok, talán őket mondtam, összeültünk, és megpróbáltunk egy olyan gondolkodásmódot felállítani, amely segíthet a lakosság azon részének, akiknek itt segítségre van szüksége. Ugye 2024-es évet érintve, nem sokára itt a tavaszi időszak, és ugye az utóbbi években is meghirdették azt az akciót, melyben a hölgyek kerülnek fókuszba, a higiéniás termékek. Az idei évben meghirdetik ezt az akciót. Milyen visszajelzések érkeztek egyébként az utóbbi években ezekre a felhívásokra, ezekre az akcióra? Tavaly nagyon nagy sikernek örvendett a női táskába rejtett higiéniai termékek nők felé, a kalocsai nők felé tárása. Ez egy olyan kezdeményezés, ahol nőknek, fiatal tinédzser lányoknak olyan higiénés termékeket biztosítunk, illetve biztosít a lakosság, akik adományoznak, amelyeket az említett hölgyek nehezen szereznek be. Itt felhívjuk tulajdonképpen a női lakosság figyelmét arra, hogyha van egy megunt táskája, amely még azért használható, azt ha teleteszi olyan termékekkel, amely őneki természetes, és otthon van tulajdonképpen a polcán, ezzel
tele rakja ezt a táskát, akkor tudunk a családsegítő szolgálattal segíteni a hölgyeknek, fiatal lányoknak. Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattól is. Ők azok, akik segítenek nekünk abban, hogy olyan helyre kerüljön, ahol tényleg szükség van ezekre a termékekre. Illetve számomra is nagyon jó érzés ez a program, mert például egy olyan visszajelzést is kaptam, hogy egy felsőtagozatos kislány rendkívül örült az általam összeállított táskának, és tulajdonképpen kincsként kezelte ezt, ez rendkívül megható, és egyben hát tulajdonképpen egy szomorú dolog, de nagyon örülök, hogy így segíthettem a kislánynak, és a többi felajánló is a városban segíthet a nevezett hölgyeknek. Idén tavasszal is nagyon szeretnénk csatlakozni ehhez az országos kezdeményezéshez, de én mindenképpen azt szeretném, hogy ne az országban különféle helyekre érkezzenek meg ezek a táskák, hanem azt szeretném, hogy a kalocsai rászoruló hölgyek kapják ezeket meg, így helyben szervezzük meg ezt az akciót. Idén március 8-a után, nőnap után szeretnénk belevágni ebbe az akcióba. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, én további sikeres és jó munkát kívánok a bizottságban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, közéleti magazinunkat látták, adásaink visszatekinthetőek a kalocsa.tv.hu weboldalon. Viszontlátásra!